A normafa alkalmas arra, hogy Budapest ökoturisztikai központja legyen, ehhez ad szakmai támogatást az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosság is. Ezt mondta a normafa park vezetője azon a különleges rendezvényen, amely egyfajta avató ünnepe is volt, a kis ideje már működő látogatóközpontnak és szolgáltató centrumnak. Az évente több mint 1 millió látogatót fogadó normafa átalakítása, újjászületése alig egy évtizede kezdődött. Voltak nagyobb vállalkozások is, az a tér, ahol most vagyunk, az amellett állt a Hotel Olympia, rávenni a magyar kormányt, hogy vásárolja vissza köztulajdonba az egykor privatizált hotel épületét, az sem volt egyszerű, utána, hogy bontsuk le, és a helyére parkot építsünk, ez is azért egy összetett feladat. Ráadásul ezt megismételtük még egyszerben az erdő közepén a sporthotel esetében. Tehát épületeket, betonozott felületeket szüntettünk meg, hordtunk ki az erdőből, több ezer köbméter betontörmeléket sittett. Mellette ráadásul még 2 adótornyot bontottunk le, ami nem az erdőbe való. Pokorni Zoltán szerint a normafa Zugligettől Budakeszig tart, tehát az egyik legfontosabb feladat, hogy tudatosítsák, nem a hegygerincen végigfutó sétány a normafa, hanem egy sok apróbb szépséget és élményt magába foglaló terület, amelynek ki kell használni az adottságai. Így véli ezt a sportosabb magyarokért dolgozó kormánybiztos is, aki szerint a normafa egész Budapest feltöltődését szolgálja, ehhez igazodva állították össze az ide koncentrált aktivizáló programcsomagot is. Itt Budapesten is nagyon-nagyon fontos feladatunk az, hogy rávegyük az embereket, hogy mozogjanak többet, éljenek egészségesebben. A kutatások szerint, ha valaki 2,5 órát mozog egy héten, annak az embernek az egészségben eltöltött várható élettartama az 4,2 évvel növekszik. Hogyha itt ezzel a programmal, amit itt a normafa környékén sikerült felépíteni, rá tudunk venni csak 1000 embert, hogy mozogjon 2,5 órát, ez elsősorban a térség, vagy kijön, egy kis löketet adunk, akkor már is 4200 évet adtunk a magyar társadalomnak. Erről a matematikai alapról kiindulva Révész Máriusz szerint 42 000 vagy akár 420 000 évnyi időt is spórolhat, vagy ajándékozhat a normafa az embereknek. A program egyik pillére a Szent Ferenc Kórház által szervezett kardióösvény, amelynek keretében rendszeresen túráztatják is a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket. Vezetett túrákat tartunk, tehát akkor a gyógytornász együtt lehet hétvégén és hétközben is jönni, és bíztatom is az embereket, hogy jelentkezzenek rá. Önállóan is végezhető ez a program. Ilyenkor eszközöket adunk itt a Normafa Parkban, pulzusmérőórákat, különböző Nordic Walking botokat, tehát önállóan is lehet ezt végezni, és ezen kívül pedig különböző aktuális egészségügyi témákról fogunk rendszeresen ismeretterjesztő előadásokat adni. Ugyancsak elméleti és gyakorlati ismeretekre szertehetnek azok is, akik a túra helyett a 4 évszakos műanyag sí, illetve snowboard pályát választják. Az oktatók között egy olimpikonnal is találkoztunk, a 19 éves korára 40-szeres magyar bajnoksággal büszkélkedő alpesi síző szerint, aki ezen a pályán tanul, azaz élőhavon is vidáman siklik. Szerintem minden esélye megvan annak, aki itt tanul meg, szuper körülmény tanulásra, és például, hogyha a világkupából nézünk ihletet, akkor Dave Riding pont most világkupát nyert, és ő 14 éves koráig csak műanyag pályán sílt. A Találkozunk újra a Normafánál aktív programsorozatról részleteket a Normafa Park honlapján olvashatnak.